ilyen előre kicsomagolt mennyiségeket készítünk ki, azért, mert ugye mivel ilyen drága, nem várható, hogy egész dobozokat visznek. Előre kicsomagolva kapható az egyszer használatos sebészi szájmaszk ebben a szexárdi patikában. A koronavírus megjelenésekor hiánycikk lett a szájmaszk. Mostanra már lehet a gyógyszertárakban kapni, de a korábban 50 forintba kerülő eszköz ára 8-10-szeresére nőtt. A maszkok esetében ez körülbelül 10-szeres árnövekedést jelent most. Ugye a járvány előtt 35 forint körül volt egy maszk, most 300 az a minimum, amit egy maszkért elkérnek, de láttam például élelmiszerboltban 1400-1500 forintért is egyszerű sebészi maszkot. Az interneten is megszaporodtak a szájmaszkot kínáló webshopok. A többszörös áremelkedés az online térben is jól észrevehető. Van, ahol egy korábban 4-5000 forintba kerülő szelepes maszkért most több mint 4000 forintot kérnek. A patikus azt mondja, a főként külföldi gyártók és a nagykereskedők emelték fel az áraikat, mert hirtelen nagyon megnőtt a kereslet. Nagyon sok import maszkot kellett ugye behoznunk. Ennek is köszönhető az, hogy az import források drágábbak, ugye például kínai maszkokat tudtunk szerezni egyik alkalommal, hát nyilván az, mire ide elkerül, az a szállítási költség, az rárakódik az ára. Közben a fogyasztóvédelem már figyeli a maszkokat kínáló nagykereskedőket. A túlárazott termékeket kínáló vállalkozások adatait pedig továbbítják az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz, hogy ott hozzák meg a szükséges intézkedéseket.